Egy kis munka, mondogatták a szovjetek a deportált civileknek, aztán a többségnek egy-három év lett belőle valahol keleten, a Szovjetunióban. Rájuk emlékeztek pénteken a megyeházán megrendezett kiállítással és konferenciával. A rendezvény szervező Borsodaba Új-Zemplén megyei területi német nemzetiségi önkormányzat elnöke Stuff Andrásné köszöntötte a vendégeket. Emlékeztetett rá, hogy a kormány 2015-öt az elhúzott politikai foglyok és Málenki robotosok emlékévévé nyilvánította, amelyet meghosszabbítottak az idei évre is. Ebbe illeszkedik a kiállítás és a konferencia. Emlékeztetett rá, hogy a II. Világháborút követően sokat szenvedett a hazai németség. Ezzel a megemlékezéssel akarunk adózni azoknak, akik a 71 évvel ezelőtti Málenki robot a Szovjetunióba elhurcolt munkatáborokban vettek részt, és ez az esemény tulajdonképpen egy megemlékezés arról, hogy milyen szenvedésen mentek ők keresztül, illetve akik jelen vannak, ők a megye nemzetiségi önkormányzat képviselői. Mint tudjuk, a rendszerváltás óta kezdtek el merni beszélni az idős emberek, akik még élnek ezekről a dolgokról, hiszen amikor hazatértek, ezekből a munkatáborokból meglettek fenyegetve, hogy ne beszéljenek ezekről az időkről. Török Dezső, a Borsodaba Új-Zemplén megyei közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kitért rá, hogy Magyarország történetének egyik legsötétebb korszakában származás és politikai nézetei alapján hurcolták el az embereket, de bárki könnyen rákerülhetett a listára. Az ígért párnapos munkahelyet sokan csak 3 év után térhettek haza, 10 000 pedig soha. Ott pusztultak valahol a gulág világban. Emlékezni kell az áldozatokra, kimondani, amit annak idején nem csak titkoltak, hanem tiltottak is. Ennek a konferenciának az aktualitása természetesen minden évben időszerű. Már csak azért is, mert 1944. december 22-én például 18 és 30 év közötti hölgyeket és férfiakat csak azért gyűjtöttek össze Magyarországon, Borsodaba Új-Zemplén megyébe is, hogy utána vonatra pakolva Szovjetunióba szállítsák kényszermunkára. Magyarországot több százezer embert érintette ez az egész eseménysorozat 44-45-ben, és sajnos több tízezren nem is tudtak hazatérni. Őrájuk emlékezünk, illetve fogunk beszélni a konferencián, hogy soha többet ne forduljon ilyen elő a magyar történelemben. Véleménye szerint mi a jelentősége a mai napnak, és mi az üzenete? A jelentősége mindenféleképpen az, hogy megemlékezünk a több tízezer emberről, akik nem tudtak hazatérni ezekből a fogolytáborokból. A jelentősége pedig az, hogy a fiatalok figyelmét is felhívjuk arra, hogy emlékezzünk, és minden alkalommal tudjuk, hogy mi a sorsa annak, hogyha egy ilyen hatalom eluralkodik Európában. Ezt követően előadások hangzottak el az elhurcolt rátkai és hercegkúti svábok megpróbáltatásairól, bemutattak egy dokumentumfilmet a túlélők visszaemlékezéséről, és zárásként közösen megtekintették a Mi már jártunk a paradicsomban című kiállítást. A kiállítás anyagát már régóta kutatjuk, tulajdonképpen ennek a kiállításnak az alapja egy 11 évvel ezelőtt megjelent könyvem, ami erről a történetről szól, a rátkaiak elhurcolásáról szól. Ezt a könyvet egyébként idén, októberben újra kiadtuk. Ez a könyv ennek a kiállításnak az alapja, és gyűjtöttünk további anyagokat, még élő túlélőktől, illetőleg levéltári kutatások is alapját képezték ennek a kiállítási anyagnak.